Mi az, amit tapasztaltunk János evangélistánál? Hát ha folyamatosan olvassuk a bibliaolvasó vezérfonál szerint, akkor azt érzékeljük, hogy János valahogy más. A Máté, Márk, Lukács, ez a három evangélista, az evangélium azt jelenti, hogy örvendetes örömüzenet Jézusról. Az az öröm, ami Jézusban beteljesedett, ennek a közzététele, leírása Máténál, Márknál, Lukácsnál valahogy másabb, mint Jánosnál. Valahogy úgy van ez, mint amikor a szemtanúk, ahogyan nézik a történést, egy balesetet. És megkérdezik tőlük, hogy mi történt. És lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy hát jött egy kék autó, ez egy Honda volt, és szemben a forgalommal nem volt fölkapcsolva a tompítót, STV. A másik pedig nem tudja, hogy az Honda volt. De abban sem biztos, hogy kék színű volt. De arra emlékszik, hogy sütött a nap. Értitek? Ugyanaz, de mégsem ugyanaz. A szemtanúk ugyanis a maguk szíve, a maguk gondolkodása, maguk ismerete alapján próbálnak elmesélni valamit. Jánosról azt kell tudni, hogy ő szemtanú volt, apostol. Viszont János, ahogyan alexandriai Kelemen, egy 200 évvel Krisztus után élt, csodálatos egyházatja mondja, idézem, János miután érzékelte, hogy Jézus élettörténete már megiratott, ugye a három evangéliumról beszélek, ő a Szentlélektől betöltve lelki-szellemi evangéliumot írt. Mert Jánosról tudni kell, hogy egy lelki ember, egy pszichikusan érzékeny ember. Ő a lelki szellemi dolgokra fogékonyságával élte meg mindazt, amit Jézussal, ahogy majd látjuk, együttesen átéltek. Tehát amikor kezébe veszi a jelenlévő közül, vagy a bennünket figyelő közül bárki a Bibliát, ezt jegyezze meg. János, az evangélista, az apostol, a tanítvány. Egy lelkileg, szellemileg, pszichikusan érzékeny ember, egy ilyen lelkületű ember, ezért mindig azt írja le, azt fogalmazza meg, ami az ő lelkiségéhez kötődik. Ezért van tele Jézus beszédével. Tehát a János evangéliumában irgalmatlanul sokat hallunk arról, hogy Jézus beszédeket mond, tanít. Nem a csoda lényeg nála alig van benne, hanem az, ahogyan elmeséli ennek az értelmét, lelki hasznát. Ezért van, hogy ezt a két történetet így egybeírja. Mert történik valami az 5000 vendégelésével. Az történik, hogy csodát tesz Jézus. 5000 csak a férfiaknak a száma. Hány gyerek, hány lány, hány fiú, hány anyuka, hány nagymama lehetett. Nagyon sok ember. És néhány kenyérkéből, néhány halacskából 5000-nek ad, még annál is többnek. És ennek megvan a haszna, megvan a hozadéka, mert Jézust királlyá akarják tenni. Mert annál jobb király, aki ingyen kaját ad, nem nagyon van, hát annál nagyszerűbb vezető, aki nem kell dolgozni, de osztogat, annál jobb vezető, az ég egyadt a világon nincs. Hát Jézusnál jobb nem lesz. Szavazzuk meg örök élet plusz egy napra. Így mennek oda. De Jézus, ő mondja máshol, hogy hát nem azért jött, hogy e világnak legyen ő az uralkodója, mert az ő országa honnan való? Máshonnan. Lelki ország. Ezért ő nem az embereknek a testi igényeit, vágyait kielégíteni jött, hanem azért, hogy találkozzanak. Találkozzanak önmagukkal. Hogy rádöbbenjenek arra, hogy kik ők. Jézus azért jött, hogy az ember megtalálja önmagát. Fú, de könnyen el lehet veszni. Olyan jó, hogyha megtaláljuk önmagunkat, hogy kik is vagyunk, hogy miért vagyunk ezen a világon. Aztán azért jött Jézus, hogy megtaláld a másik embert.
hogy tudd, hogy a másik ember ugyanúgy az Isten gyermeke. Hogy meglásd benne azt a jót, amit az Isten belecsepegtetett. És végül megtaláld az Istent, mert ha megtaláltad önmagadat, megtaláltad a másikat, és megtaláltad az Istent, akkor boldog leszel. Jézus ezért jött, a boldogságért. Azért, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, ebben a világban. Tudja, hogy van célja, hogy el fog valahová érkezni. Hogy boldog legyen, ezért jött Jézus. Mit akar a nép? Királlyá akarja tenni, az ingyen kenyerek királyává. Ő pedig boldogságot akar nekünk adni. Ha ezt nem érted meg, akkor komoly probléma lesz mindig az Isten körül. Mi nem ígérünk semmit, én ehelyről soha nem mondtam azt, amit hallottam más felekezettől. Keresztényeknek nevezett felekezetektől is, hogy ha valaki bennünket követ, akkor ezt a házat, azt az autót majd megveheti. Mi ilyesmit nem ígérünk, mert Jézus sem ezt ígérte. Hanem azt ígérte, hogy békességünk lesz, megbékélünk önmagunkkal, megszeretjük a másikat, és az Istent megtaláljuk. Mert ez a boldogság. Jézus tehát ezért jött, és ezért fölmegy a hegyre, és a kenyér kísértéssel szemben imádságot mond. Aztán történik valami, és itt jön Jánosnak a gondolkodása, János evangelistának. Mert valószínű, hogy a tanítványok, hát ő is ott volt, nagyon nem értették ezt, hogy Jézus ezt a hatalmas népszerűséget, ezt a lehetőséget miért nem használja ki? Ők nem értették, hogy miért nem akar Jézus király lenni. Ezért Jézus elvonul, és őket pedig a másik evangéliumban így van, hogy kényszerítette arra, hogy beszálljanak a hajóba. Hogy menjenek el, és rágódjanak ezen. És valószínű ott a tengeren ők erről beszélgetnek. És az egész történetnek ez lesz a lelki értelme, és 2000 év távlatából jó, hogyha erre mi is odafigyelünk, hogy Jézus helyre billenti ezeknek, a tanítványoknak, a gondolkodásában, a lelkében azt, hogy ő miért jött. És hogy neki erre van hatalma, hogy ezt meg is cselekedje.